brünói pálya legkanyargósabb része, a hátunk mögött látható C-szektor, az Omega kanyar, és ahogy ők kanyarognak, mi annyira azért nem akarunk ezekkel a túra motorokkal, de a pályához vezető út az megfelelő visszafordítókkal, sikánokkal tűzdelt, és nem véletlenül tértünk le az autópályáról, hogy fénydejűrüljön arra, hogy ilyen dög nehéz motorokkal hogyan lehet könnyedén kanyarodni. És ami számomra kiderült az elmúlt percekben, hogy a motorozási tudás az relatív, ugyanis amikor a gyors kanyarokba jöttünk, a Feri nem bírt elmenni a BMW-vel, viszont amikor meg kellett fordulni, nekem ezzel a dőlteggel, hát nem mondom azt, hogy néha nem csúszott be a csoki, sőt volt, amikor majdnem rábolítottam a lábamra, és akkor következett el ez a pillanat, amikor azt mondtam Ferinek, hogy a francba kell lassan fordulni egy motorral, mert az a nehéz történet. Igen, így igaz, és gyorsan azt hiszem 2 vagy 3 mondattal el is intéztük a dolgot, és a következő fordulóra már lényegesen szűkebb, méterekkel szűkebben fordultál, igaz? Így van. Mert te okos vagy, Feri. A nagy titok az egészben 3 dolgon múlik, a kuplung, a gáz és a hátsó féknek a stabilizálásán, illetve az összhangján. Akik voltak nálunk már motorshow egy street képzésen, azok ezt pontosan tudják és alkalmazzák is. Gondolhatjátok, hogy ekkora motornak az irányíthatóságához, megfelelő kanyarodási készségéhez micsoda precíz futómű kell. Ennek a Goldwing-nak egyébként egy elektronikusan állítható hátsó rugós tagja van, amit én alkalmaztam is, amikor átléptünk a magyar-szlovák határon, hogy a szlovákoknak és a cseheknek sokkal rosszabb minőségű autópályáik vannak, mint nekünk otthon, ezért a legpuhábbra állítottam. A BMW futómű állítása járó motornál történik, az úgynevezett EZA rendszerrel, amit a műszerfalon tudunk visszaellenőrizni, mégpedig len úgy, hogy van egy komfortfokozatunk, egy személlyel normál és sportfokozatunk, majd ha az ezát sokáig nyomjuk, akkor átvált egy személy csomagra, itt megint megvan a sport, a komfort és a normál mód, majd ha az ez a gombot tovább nyomjuk, akkor átvált 2 személyre, itt szintén megtalálható a normál, a sport és a komfortfokozat. Nem bírjuk itthagyni a versenypályát anélkül, hogy némi adattal ne szolgáljunk nektek. Most a motorok féktávolságát fogjuk megvizsgálni, kiderül az, hogy hány méter alatt áll meg a Goldwing, illetve a BMW. A vészfékezési eredmény legjobbja a BMW lett 31 méterrel, míg a Honda 34 méteren állt meg. Nézzük azt, hogy 100 kilóval bőven nehezebb a motor, tehát azért ez is tiszteletre méltó. Ajánlunk, és utána elmeséljük nektek azt, hogy mit érzünk, hol fáj a gerinc, meg ilyenek. Ugyanilyen akarok karórába. Extra nyereményjátékunk van, aki a tvkukac.motorshow.hu-ra legelőször megírja, hogy a kisvakonnak csehül mi a neve, annak elintézünk egy ajándékot, hogy mit, azt a www.motorshow.hu megtaláljátok. Tehát hogy hívják a barátunkat, nem magyarul, hanem eredeti nevén csehül. Ki a varázslásön? Motorshow! Semmi! Nem nézik. Ígérjétek meg, hogy nem rögtök nagyon. Hoztam egy elvághatatlan zárat, összezártuk a 2 motort. Mindenem megvan, csak a kulcsa nincs a zárnak. Mi van? Nincs. És köszönöm, minden itt van a kezemben, minden kulcs. Csak a zárkulcs nincs. 1000 kilométeres túramotor tesztünket a következő Motorshow 1-ben 2 hét múlva folytatjuk, akkor kiderül, hogy jutott haza Magyarországra a BMW R1002 RT és a Honda Goldwing 1008-as. A robogós rovat támogatója a Moped 91, a robogó alkatrészek forgalmazója.
Robogó rovatunk mai főszereplője egy Motovel, aki az előző adást nem látta, annak csak annyit elmondanék pár szóban, hogy Kínában gyártják, de magyar felügyelet mellett magyar mérnökök fejlesztését végzik egy olyan kínai gyárban, ahol megfelelő minőséget tudnak produkálni, vagy ha azt nem, akkor olasz alkatrészekkel egészítik ki a meglévő technikát. Amíg a magyar gazdaság nem olyan, addig nem is fogják beköltöztetni Magyarországra a gyártást. A lényeg, hogy a retro egy 125 köbcentis motor, színe, mint a vörös róza, de a retro szó az mégiscsak a külső megjelenésére utal. Robogós rovatunk lényege a megváltozott Kressz szabály, azon belül is a buszsávok használata robogósok és motorosok számára. Nézzük meg, mit ír elő a Kressz, és hogy is működik ez a gyakorlatban. A mai motorsó egyben a buszsáv használatára hívnánk fel a figyelmeteket. A Motorrevű aláírás gyűjtési akciója sikeresnek bizonyult, egy-két külföldi országban már kikísérletezett és bevezetett szabályok életképesnek találtattak a hazai íróasztalokon is. Így az idei évtől a motorosok nálunk is legálisan használhatják a buszsávot. A 2010. január 1-től bevezetett új Kressz ezzel kapcsolatban így szól. Az autóbusz forgalmi sávban az autóbusz és trolibusz forgalom zavarása nélkül a kétkerekű motorkerékpár és a kétkerekű segédmotoros kerékpár közlekedhet. A gyakorlatban az alábbiakra kell minden buszsávot használó robogósnak és motorosnak odafigyelnie. A robogó vagy motorkerékpár vezetője úgy kell, hogy közlekedjen a buszsávban, hogy előre haladásával a lehető legkisebb mértékben okozzon változást ahhoz a helyzethez képest, amikor motorkerékpár az autóbusz forgalmi sávban egyáltalán nem közlekedik. Tehát ha a szélárnyékban mögötted jön a busz és vészesen közeledik, jobb, ha tekersz még egy negyedet a gázkaron. Motoros szempontból az első, hogy biztonságban legyél. Ha a busz nem tartja be a sebesség határokat és rád gyorsít, akkor két választásod van. Vagy lekanyarodsz előle, ha nincs hová, akkor vissza kettő, padlógáz. Az autóbusz forgalmi sávot csak a kétkerekű motorkerékpár és a kétkerekű segédmotoros kerékpár vezetője használhatja. A mopedautó és a quad nem. Ha valaki folyamatosan az autóbusz forgalmi sávban halad és nagyobb sebessége folytán lehagyja a többi sávban közlekedő járművet, az nem minősül előzésnek, de a sebességkorlátozás ilyenkor is érvényes. Egyelőre Magyarországon a hivatalnokok a hátsójukat mutatják azoknak, akik szeretnék a 125-ös köbcentiméteres kategóriát B-s jogosítvánnyal vezetni, majd egyszer rájönnek és nem csak a següket fogjuk nézni, hogy a parkolás, a közlekedés és minden más sokkal egyszerűbb lenne Budapesten. Állítólag vannak olyan építési projektek, amik a közlekedés javítását szolgálják, amik már elérték az 500 milliárd forintos határ, egy 300 000 forintos robogó árral számolva akár vehettek volna 1,5 millió darab robogót az országnak. Nem csak Budapest, az egész ország közlekedése meg lett volna oldva, legalábbis a nagyvárosokban. Na de ne álmodozzunk, 1,5 millió robogóról elég lenne Budapesten mondjuk 100 000. Olyan parkolási probléma megoldó lenne a dolog, hogy el nem hinnétek. Egy autó helyére jó indulattal 3 darab robogó simán befér, mennyit jelent, hogy több mint 30 000 parkolóautó szabadulna fel, mert azok az emberek nem autóval járnának, és nem annyi helyet foglalnának, a dugók hosszáról nem is beszélne. Gondoljátok bele, hogy napi szinten 30 000-rel kevesebb autó lenne, mondjuk 6-8 hónapon keresztül a városban. Akármint is mondok, az evolúció fejlődik, és a közlekedés alternatívájának az egyik legjobb megoldása a robogó, abból is a 125-ös. A motorsó egy nyeremény játéka következik. MOL nyereményekért írjátok meg nekem, hogy a prágai teszt úti célunk mellett milyen városok jöttek még szóba. Az alábbiak közül Moszkva, Bécs vagy Rijeka. A 10. helyes megfejtés beküldő, mivel ő a leggyorsabb, a MOL nagy láncspréjét nyeri, a 20. helyes megfejtés beküldő pedig a MOL kis láncspréjét nyeri meg. A tvkukac.motorsó1.hu-ra küldjetek a jó választ, és a nyerteseknek válaszolni fogunk, illetve küldeni a nyereményeket. Motorsó egy legközelebb 2 hét múlva, Motorsport 1 pedig 1 hét múlva, és látogassátok a megújult www.motorsó1.hu-t. Sziasztok!